Polgári monológ. Érték a felszín alatt. Nagyon sok szeretettel köszöntünk mindenkit itt a Polgári mulatóban. Köszönjük szépen, hogy ilyen sokan eljöttek, és köszöntjük online nézőinket is. Én Déri Steffi vagyok, és folytatódik nagy sikerű őszintén beszélgető sorozatunk. Jó estét kívánok, én pedig Szamosi Tíme, a Timi, és fogadjátok sok szeretettel Kocsis Mátét, a Fidesz frakció vezetőjét. És itt most egy gyors helycserés támadás. Semmi baj. Na, így már szerintem kényelmesebb akkor mindenkinek, és a frakcióvezető úrnak a háttere is sokkal szebb. Nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy ismét elfogadtad a meghívásunkat, és itt vagy a Polgári mulatóban. És hát bár itt egy nagyon erős jobboldali körben beszélgetünk a következő percekben, de bízom benne, hogy ugyanolyan szórakoztató lesz ez a beszélgetés, mint amit egyébként minden egyes parlamenti felszólalásodnál látunk és tapasztalunk, amit egyébként a nézők nagyon-nagyon szeretnek, a frappáns vicceidet, vagy hát ahogy helyre teszed ugye a baloldalt esetenként, hiszen erre nagyon nagy szükség van. Az én poharam, még nem ittam bele. Úgyhogy bármelyik. Na, hú, most ki is zökkentett egy pillanatra, frakcióvezető úr, igen, itt a szerepből. Na, de hogy azt akartam kérdezni, hogy végül is akkor megtudtuk, hogy mennyi, hány dollárt ér egy bekiabálás? Ez kiderült egyébként. Jó estét kívánok mindenkinek, és köszönöm szépen a meghívást. Aki nem tudná az előtörténetet, nem tudom, van-e ilyen itt a teremben. A Steffi arra utal, hogy ugye miután Márki-Zay Péter volt kedves elárulni, hogy még itt 1990 óta teljesen példátlan módon külföldről finanszíroztak egy belpolitikai kampányt, méghozzá az ő kampányukat. Ezután ugye a magyar közbeszédben elterjedt ez a dollár baloldal, dollár média és mindenki, akiről kiderült egyébként így a hónapok alatt, hogy amerikai úgynevezett mikroadományozók, tehát 9 mikroadományozó összedobta nekik azt a mintegy 4 milliárd forintot, hogy tudjanak kampányt csinálni, plusz ugye a média finanszírozást is ide sorolva, ez jóval nagyobb pénz, és azóta ugye ezzel vegzáljuk őket az országgyűlésben, és akkor a Steffi, ha jól értem, arra utalt, hogy egyszer föltettem nekik azt az egyébként nem túl szellemes kérdést, hogy egy ilyen felszólalás, kedves Tímea, talán Szabó Tímea volt a célszemély, hány dollárba kerül. És ez persze se nem szellemes, se nem ütős, csak arra tökéletesen alkalmas, hogy ne engedjük ki őket abból a fogságból, amibe zárja ez az ügy az egész magyar baloldalt. És ennek persze van egy nagyon rossz oldala, amiről érdemes itt beszélni, mert a mai világban, amikor éppen a világ átrendeződik, ha jól nézzük, és nem csak az energiapiac rendeződik át, hanem az egész világ hatalmi rendszer rendeződik át, az orosz külügyminiszter éppen ma mondta azt, hogy kiengedte meg a nyugati kisebbségnek, hogy a világ többségének a nevében beszéljen. És tulajdonképpen ez a mondat jól foglalja össze azt, amit az Európán vagy az Egyesült Államokon kívüli világ gondol ma a nyugatnak nevezett európai és amerikai világról. És bizony az a helyzet, hogy ebben a közegben, amikor a világhatalmak pozíciókra törekednek, belemenni abba a játékba, hogy elfogadunk külföldről pénzt, egyébként a hazánk szuverenitásának feláldozása árán, mert talán ne legyünk naívak, azért ezek a támogatások nem szociális intézkedések keretében kerülnek ide, hanem úgy kerülnek ide, hogy valamit ezek a felek, a világhatalmak kérnek cserébe. Ahogy a Márki-Zay mondta egyébként, nagyvonalúan átsiklott rajta a magyar közvélemény, mi is, hozzáteszem. De ugye, ha visszaemlékeznek rá, Márki-Zay azt mondta, hogy a szerződések szerinti elszámolások még folyamatban vannak. Tehát magyarul itt még szerződés is született. És ugye ez azt jelenti, hogy ha az egyik szerződő fél utal egy csomó pénzt,
A másik szerződő félnek is kell adnia valamit. Minimum egy ígérvényt, vagy bármit. És miután nem tudjuk, hogy mit ígértek, ezért érdemes őket benne tartani, ameddig ki nem derül ebben a fogságban tartani őket, hogy árulják már el, hogy ezért a pénzért cserébe, amiért hatalomra akartak Magyarországon kerülni, mit ígértek cserébe, mert ez nem vicc. A magyar vízkészletet, vagy az energiacégeket, vagy a közúthálózat üzemeltetését, vagy árulják már el, hogy abban a szerződésben az ellenszolgáltatás résznél mi volt benne. És miután ez mégiscsak a bőrünkre megy, meg a jövőnkre, éppen az átrendeződő világhatalmi struktúrában különösen veszélyes játék, ezért a hazárulásnak egy olyan emelt díjas formájáról van szó, amit nem csak hogy politikailag érdemes és kell kihasználni, hanem ki is kell beszélni ezt az egész ügyet, mert a végcél az nem lehet más, mint az, hogy ez soha többé ne forduljon elő. Mert összességében talán még a Kádár rendszerben sem adta föl az ország a Szovjetunió befolyási övezetében olyannyira a szuverenitását, mint amennyire a mai magyar baloldalunk képes lenne föladni a szuverenitását az országnak, hogyha hatalomra kerülne. És talán még sosem tapasztalta meg ez az ország, még a török, vagy a Habsburg, vagy a náci, vagy a szovjet elnyomás alatt sem, hogy milyen, amikor nem a katonai önállóságunk sérül, hanem nagyon nagy mértékben a gazdasági, a pénzügyi önrendelkezésünk, és hova tovább a társadalmi berendezkedésre vonatkozó nemzeti saját igényünk is. Éppen ezért ezt az ütlegelést, ezt kisebb, nagyobb, szellemesebb, kevésbé szellemesebb, durvább és finomabb formában addig kell folytatni, ameddig csak bírjuk erővel. Azt meg kell érteniük a baloldaliaknak, ha más nem, bele kell verni a fejükbe egy jó nagyot, hogy most a szó átvitt értelmében értem, hogy ez nem lehet, ez nem játék. Tehát nem lehet a belpolitikai harcnak az a része, hogy ide jön egy 4-5 amerikai milliárdos, és egyszer megvásárolja Magyarországot úgy, ahogy van. És ez persze választásokon játsszuk le ezt a meccset, de ha ne agyisten megnyerték volna a 22-es választást ezekkel az amerikai dollárokkal, akkor ma már sokkal közelebb lennénk a háborús ütközőzónához. Egyszerűen azért, mert nekik nem az a fontos, hogy a magyar érdek micsoda, hanem az, hogy az őket finanszírozó amerikaiak elvárása, megrendelése teljesítve legyen, hiszen van valamilyen szerződés. Nem tudunk, hogy micsoda, de még akár az is benne lehet, hogy az Egyesült Államok, mint egyébként ne becsüljük alá az Egyesült Államok erejét, befolyását és hatalmát, igényeit kiszolgálják. És sajnos az ő igényük, olvasva már hónapok óta, vagy lassan több mint egy éve olvasva ezeket a híreket, úgy néz ki, hogy az amerikai igény az, hogy a konfliktus zóna szélesedjen. A háború elhúzódjon, sőt, ha jól nézem, akkor most már a Tájván környéki konfliktus kirobbantása is napirenden van. Tehát jó lenne ebből az egészből kimaradni, és a magyar baloldal erre nem garancia nekünk. Beszélünk majd még a háborúról ma este folyamán, de hát közben ugye azt látjuk, hogy van most már baloldali árnyék kormány is, és egyértelműen a kormány buktatás, a kormányváltás a céljuk. Hát hányszor megpróbálták kikezdeni az egészségügyet, az oktatást, a gazdaságot. És hát Gyurcsány Ferenc ki is írta a Facebookra többször is, hogy ajánlanak egy erős ellenzéket, új hazát, új kormányt ajánlanak, és az oktatás területét azért rendszeresen kikezdik. Tegnap is tüntetések voltak például. Szóval mindeközben pedig látjuk, hogy folyamatos az átigazolás a DK-ba. Mi a véleményed a baloldal stratégiájáról, vagy ezekről a lépésekről? Van árnyék frakcióvezető is egyébként. Nincs ilyen egyébként az európai kontinentális politikai gyakorlatban, hogy árnyékon, hogy briteket másolják ezek a szerencsétlenek, csak ott ugye van egy, ugye mi a különbség? Van egy 300 éves kultúrája, hát talán annyi nincs, de 250 fölötti éves kultúrája a Nagy-Britániában ennek az árnyék kormányosdinak. Tehát az ő politikai rendszerük tulajdonképpen arra épül, hogy van két ellentétes politikai tömb, jobbformán csak két párt van. Vannak ilyen kisebb kezdeményezések, de komolyan vehetően két párt van, ezek nagyjából fejfej mellett állnak, azt egyszer az egyik kormány, az másszor a másik, de komolyan vehető ellenfelei egymásnak. Ugye a magyar politikai berendezkedés nem így néz ki. Itt is van ugyan két tömb,
De ezek, ha jól nézem, most már a negyedik választás óta egyrészt nem konkurálnak egymással támogatottságban. Másrészt ugye az egyik tömb az egy rendkívül töredezett tömb, akiket semmi más nem kötött össze, csak a hatalom iránti oldhatatlan vágy. És ezért ez az árnyék kormányosdi nemhogy nem rendelkezik itt gyakorlattal az országban, de nem is komolyan vehető. Ami az ügy érdemét illeti, hát ugye sokan meg szokták kérdezni, és a tartok tőle, hogy a végén itt is valaki meg fogja kérdezni, miért nincs még a Gyurcsány börtönbe? Ugye? Na most, ugye, először is tegyük fel a kérdést, hogy dönt-e a politika arról, hogy börtönbe kerül valaki? Nem. Nem dönt a politika erről, erről a bíróság dönt. Jól is néznénk ki egyébként, hogyha olyan ország lennénk, ahol a politikusok döntik, hogy ki kerül börtönbe. Voltunk ilyen ország egyébként, a szüleim korosztálya jól emlékszik rá, és úgy emlékszem, hogy azt mondták, hogy nem akarunk még egyszer ilyen ország lenni. Na most, ha már ezt elfogadjuk ilyen ökölszabálynak, akkor legalább tartsuk is be. A másik az, hogy Gyurcsány ellen indult egyébként többféle büntetőjárás is, még talán 2008-ban, 2009-ben is. Még talán Siffer András is elévületetlen érdemeket szerzett ezen a területen. De a bíróság meg az ügyészség minden alól felmentette. De ez a jogi része a dolognak, ebbe tovább nem éljünk el, csak arra hívom fel a figyelmet, hogy Magyarországon a parlamenti képviselők nem ítélnek senkit börtönbüntetésre. Hozzáteszem majd, ha ők kerülnek hatalomra, akkor ez megváltozik, mert éppen a DK elnöke ígérte meg nekünk a 2022-es választások előtt, 2021 talán októberében, hogy nem lesz kegyelem. Majd ők most megnyerik a választást 22-ben, és nekünk nem lesz kegyelem. Sőt, azt is megígérte a holdudvarunknak, hogy földön futóvá tesznek mindenkit. Tehát a két politikai kultúra között azért van egy fényévnyi különbség. De a kérdés érdemére visszatérve, hogy hát mi a véleményem róluk, hát most nem akarom a saját magam átadott interjúkat promotálni, de a kiváló Mandinerben egy kevésbé kiváló interjút adtam a két héttel ezelőtt, ahol egy mondatba itt szeretném idézni, úgy foglaltam ezt össze, hogy ezekhez gyomor és humor is kell. Tehát attól óva intenék mindenkit, hogy állandóan azon feszüljön, hogy mi van a DK-val. Idegesítőek, veszélyesek, tudjuk, hogy milyen, amikor kormányoznak, de azért nehogy eljussunk odáig, hogy rámegy az egészségünk erre az ökörre, meg a csapatára, és végképp ne vegyük őket minden pillanatban komolyan. Tehát tanuljunk meg rajtuk nevetni, van is mind. Ami bosszantó, azt hámozzuk le mindenről, és azt meg tegyük szóvá. Például nagyon bosszantó, hogy Árnyék Lára elmegy Brüsszelbe, és bevallottan azon dolgozik, el is mondja egyébként, még sajtótájékoztatót is hirdet rá, elmondja, hogy ő most azon mesterkedett az elmúlt két órában, itt találkozott mindenféle uniós biztosok, hogy Magyarország ne kapja meg a neki járó uniós pénzeket. Most én nem akarom összezavarni Klára tisztánlátását, de alapvetően nem a magyar kormányt fosztja meg ilyenkor forrásoktól. Hozzáteszem, amiről most folyik a vita, a következő keretösszeg az ország GDP-jének az 1%-a. Tehát fontosak nagy pénzek, fontosak az uniós pénzek, nem szabad egy országnak, egy olyan pici országnak, mint mi vagyunk, mondjuk 800 milliárd forintról lemondani, már csak azért sem, mert ez a pénz nekünk nem jut, hanem jár. Tehát az a mi pénzünk, csak most valakik elhúzták előlünk és ülnek rajta, és csicskáztatnak, úgy akarják csak odaadni. De túldimenzionálni sem szabad, tehát komoly összeg, de túldimenzionálni sem szabad, mert ez a GDP-nk 1%-a, amiről most beszélünk. De egyébként ez mindennek a fedezete, amit például most az általuk olyannyira féltett pedagógusokra tudnánk költeni. Tehát ha megkapnánk azt az uniós csomagot, amiről most megy a vita, és Varga Judit éppen napokban is ezügyben tárgyal, akkor az átlag magyar pedagógus bér az 561 ezer forint lehetne. Tehát szegény Klára azt nem érti, hogy amikor ő bejelenti diadalittasan, hogy ő most azon mesterkedik, hogy ne kapjuk meg a pénzt, akkor már elnézést, de nem a magyar kormányt fosztja meg a pénztől, hanem Magyarországot fosztja meg a pénztől, és azon belül is most történetesen konkrétan a pedagógusokat. És utána csodálkozik, hogy egyébként a baloldal támogatottsága az nem, hogy nem nő, nem hogy stagnál, hanem kifejezetten csökken. Az összes közvéleménykutatásban a baloldal nem érne el annyi szavazatot, mint egy évvel ezelőtt a választásokon. Ennek ez az oka. Tehát a hazárulás az egy kétélű fegyver,
egyrészt a hazáján is ejthet sebet az, aki elköveti, de magán is ejthet. És talán a legnagyobb büntetés egy politikai pártnak, ha a választók nem támogatják. És akkor egy picit térjünk el Gyurcsány Ferenc kedvencére, Karácsony Gergelyre. Mert ugye azt látjuk, hogy a kerületi önkormányzatok sorra veszik át a fővárostól a főváros feladatait. Úgy, mint köztisztaság, utcaseprés, parkok, köztereknek a tisztántartása. Mert hogy Karácsony Gergelyék nem csinálják azt, ami a feladatuk lenne. Például itt az 5. kerületben is szinte minden parkot visszavett, vagy átkért a fideszes önkormányzat, hogy rendben legyen, hiszen rengeteg itt a turista, illetve mi is itt élünk. És áruld el nekünk, hogy Karácsony Gergelyék egy ilyen múltú várost, ilyen lehetőségekkel, amit megkaptak, hogy tudták ennyire elbénázni? Ezt tőle kérdezzétek, nem tudom. De te mit látsz? Jó ötlet, hívjuk. De nem jön el, így kénytelenek vagyunk téged megkérdezni, hogy te mit látsz belülről. Helyettesítsem a főpolgármester. Igen, kérlek szépen. Vagy. Eddig Gyurcsánynál és Jakabnál zseniálisan bejött. Hát ugye azért azt tisztázzuk, hogy ezek a fiúk, egyébként ideértve a kerületi polgármestereiket is, tehát Karácsony Geri, meg ez a Kerpel Frónius, meg a Pikó András, meg a Niedermüller Péter, ezek a nagyágyúk, ők nem várost akarnak vezetni, ez nehogy valakinek a fejében legyen. Ők választásokat akarnak nyerni. Tehát az ő kerületi vagy fővárosi erőforrás felhasználásuk az nem egy jobb város megteremtésére irányul, hanem a következő önkormányzati választások megnyerésére. Ezért van az például, mivel a 8. kerületben élek, és azt látom pontosan, volt néhány évig közöm hozzá, mint egy 12-ig, és azért tudom, hogy körülbelül mi történik, de hát most ugye azon túl, hogy tele van az utca ismét hajléktalanokkal, drogos tűkkel, tiszta szemét és gaz minden, eközben van a városnak egy 15-16 milliárd forintos megtakarítása, amit nem költenek el. A társasházi pályázatok, például amikor homlokzatokat úgy szeretnének a házak felújítani, az a 8. kerületben lenne mit, még mindig, akkor az a mi időnkben 2 milliárd forint volt a évente ez a keret. Most ez a keret 100 millió forint. Miközben a kerület költségvetése a mi időnkben 20 milliárd forint volt, most meg 40. Tehát kétszer akkora a költségvetésük, de nem 2 milliárdot költenek társasházakra, csak 100 milliót. Kétszer akkora a költségvetésük, de tiszta szemét és gaz az utca. Ellenben benn van a kasszában 12-13-15 milliárd forint, amit valószínűleg a választások előtt arra fognak használni, hogy kiosztják majd az embereknek. Az emberek jelentős része sajnos ettől el lesz ájulva, hogy milyen nagyszerű a polgármester, mert újra megnyerik a választásokat, megint 5 évig nem csinálnak semmit, eltartják ott az önkormányzatnál, a fővárosnál egy csomó soros szervezetet. A 8. kerületben az Aurora környékén ezeket az antifákat, meg ezeket a radikális, erőszakos baloldaliakat, ilyen Jámbor András brigádot, és eszük ágában nincs nekik jó a várost vezetni. Ellenben rendkívül sokat kommunikálnak, költenek ilyen szórólapokra, elmondják, hogy fölhívják, én is mindig szedem ki a postaládából, hogy mondjam el a véleményemet az utca felújításáról. De ezt 4 éve megkapom. És elmondod? Én elmondom nagyon szívesen mindenről a véleményemet, de nincs szóban nálunk semmilyen felújítás. Tehát ezek mind kommunikációs blöffök. Be van dobva a postáda, hogy mondjam el a véleményemet, nem tudom milyen utca felújításáról, de 5 éve, 4 év, lassan, igen, 4 éve kormányoznak, vagy önkormányoznak, és semmi nem történik. De már 3-szor bedobták, hogy mondjam el a véleményemet. És akkor az emberek többsége azt hiszi, hogy de rendes, a polgármester megkérdezte, hogy ma a véleményemet, de az nem beszélsz, hogy nem történik egyébként semmi. Ezek kommunikációs blöffök, ezek ilyen lufi. Ebből élnek, és ebből aztán választást akarnak nyerni, majd reméljük, hogy nem fognak. De tulajdonképpen, hogy miért bénázták el? Hát szándékosan. Egyébként most nem azért, hogy nagyképűnek tűnjön, mert az sose jó dolog, de azt azért nyugodtan mondhatom, hogy a Fidesz kerületi egykori vagy jelenlegi polgármesterei közül mindegyik alkalmasabb Karácsony Gergelyen. Ezt most teljesen komolyan mondom. Mindegyik polgármesterünk emberi minőségében is, egyenességében is, munkabírásában is. Hát ez a szerencsétlen 11-kor tényfereg be a hivatalába, és nem is minden nap. Ott kezdődik a probléma. És amikor aztán, és ugye ez olyan délután 3-ig tart, mert utána már nyílnak a nem tudom, a romkocsmák a 7. kerületben. Meg megyünk a Blaha Lujza téri klozetot lefotózni, ami már most nem. Nézzék meg a Bohár videóját, zseniális. A Blaha Lujza téri
Budiról, amire olyan büszkék voltak. Egyébként gondoljanak bele, itt van egy 2 milliós város. Ide bejár dolgozni még 1 millió ember. Tehát az ország kb. 1/3 itt él a fővárosban, vagy a vonzás körzetében. És ennek a városnak, vagy ennek a régiónak, inkább úgy mondom, az első embere azzal van elfoglalva, hogy nyílt egy klozett a Blahajúzatéren. Most őszintén, de nem? Hát nekünk nem ilyen elkerülő utak, meg budapesti vasúti elkerülő, meg ilyen víziók, meg mit tudom én, ötös metró elképzelések, meg villamos fejlesztés, tömegközlekedés. Nem, egy klozettnak örülünk, és ennek... Most tudom, hogy abszurdnak, de tényleg ez van. Hát nézzék meg. Szórólap, hogy mondjam el a véleményem, majd átadunk egy budit. De hát ez egy 3 milliós izé. Ennyi, de most mit rontottak el? Ezek tényleg ennyire képesek. Eszük ágában nincs. És nem csak, hogy a szándék hiányzik, a képesség is hiányzik. Hát most bocsánat, én voltam kollégája, a szomszédja voltam a Karácsony Gergelynek, mert ugye Zugló összeér a 8. kerülettel ott a Népstadion környékén. Van egy közös határszakaszunk. Voltunk együtt polgármesterek. Az égvilágon nem. Akartam vele csinálni egy parkolási társulást. Én naív. Hogy akkor legyen, mert akkor az embereknek egyszerűbb, mert akkor lehet keresztül. Egyébként is, hogyha határvonalon parkolnak, akkor megáll szerencsétlen lakos az egyik oldalon, de a másik oldalra kívánt jönni. Érted? Tehát van egy csomó, vagy a helyi lakosok nálunk is, ha csak Zuglóba tudták letenni a kocsijukat, akkor számítsuk be egymásnak az ingyen parkolását. Nem, azt se tudtam, miről beszélek. Nem, semmi nem lett az egészből. Föl se fogta. Ásítod, nézetek. Esküszöm. Én túl vagyok ezen a beszélgetésemben. És egyébként az fel sem merült, hogy az embereknek szemben, és persze évek kellettek hozzá, mire leesett nekem, hogy hát miért akarnának ezek velem közös parkolási rendszert abban a zónában kialakítani, miközben egyébként kiderült, hogy ez a zuglói parkolás az inkább a horvát csacséknak, meg a Molnár Zsozsónak, meg ezeknek ilyen szabad prédája volt, maradjunk annyiból, hogy ne bántsam meg őket az emberi méltóságuk magjában teljesen, a sok korúbb disznót. Említetted az antifákat. Terveztek-e szigorítást azzal kapcsolatban, hogy Budapest utcáin álcivil szervezetek által finanszírozott hordák randalíroznak és vernek meg embereket? Hát nagyon nehéz kérdést érintünk. Ugye a politika meg a történelem az tapasztalati műfaj. Most a mi országunk sajnos a 20. század viharos időszakainak okulásai nyomán az tisztában van azzal, hogy milyen az, amikor a magyar baloldal provokálja a magyar jobboldalt. Én nem akarom őket semmiről sem lebeszélni, de a baloldal ebből még jól nem jött ki. Tehát a társadalmi feszültségek generálása, én elhiszem, hogy náluk egy politikai eszköz arra, hogy a rezsim megdőljön, és akkor majd jön a szabad budik világa, ahol egyébként mindenki, Budapest mindenki oda megy, ahova akar, és olyan free lesz az egész, hogy mindenki elájul a gyönyörtől. Ezért kell ugye megdönteni ezt a ronda koszos diktatúrát. Ez akkora diktatúra egyébként, hogy közvetlenül a miniszterelnök hivatala előtt 15 méterre lehet borogatni, örjöngeni, ordítozni. Bele se gondolnak, hogy mi lenne, ha ez egy valójában olyan diktatúra lenne, amiről ők beszélnek. Ugye az antifa dolog viszont egy veszélyes jelenség. Ugye ez Magyarországon eddig nem volt. Ez egy nyugati import. Ez Franciaországban, Németországban, a briteknél kevésbé, de a belgáknál már jelentős számban, Hollandiában jelentős számban. Ez egy tulajdonképpen ez egy ilyen 68-as mozgalmak egyik leágazásából kifejlődött, alapvetően kommunista, csak miután az ciki volt mondani, hogy mi gyökkommunisták vagyunk, ezért kitalálták, hogy mi nem magunkról beszéljünk, hanem az ellenfélnek az ellenfeléről, tehát antifasiszták vagyunk. A fasiszták meg gondolom antikommunisták ebben a relációban, antikomok meg az antifák. Na most az antifák azok olyan kommunisták, akik nem beszélnek arról, hogy ők a legdurvább bolsevista elveket vallják, és ez Magyarországon eddig nem volt. Ugye önmagában szeretném feltenni a kérdést, és nem akarom megkerülni a választ, hogy vajon, ugye Jámbor Andrásnak van ez a mozgalma, ez a szikra nevezetű dolog. Ha történelmi emlékeikben kutatnak, akkor pontosan tudják, hogy Leninnek, a Lenin által alapított mozgalmi lapnak a neve az Iskra volt, a szikra, ami egyébként talán 1901-ben
csinálta az öreg harcos, ami aztán végül is a bolsevik-mensevik vita végén a bolsevikok kezére jutott, és a legdurvább, legembertelenebb és leggyilkosabb eszmét terjesztette. Na most ezen a néven Magyarországon elindítani egy olyan politikai mozgalmat, amely végül is a magyar parlamenti mandátumhoz vezet, majd egy év elteltével, Jánbor András egy éves országgyűlési munkássága az abban merül ki, hogy kordonokat borogat, magánvállalkozások előtt tüntet, elzár magánvállalkozások, vagy történetesen kaszinók elől bejárást, lehet nem szeretni a kaszinókat, de azok egyenlően magánvállalkozások. Ez a legdurvább, kommunisztikus, erőszakos irányzat, amit egyébként aztán a Szrina Popovics által meghirdetett polgárháború provokációs tankönyv fejezetei alapján még így, hogy mondjam, fel is turbóztak. És ebből kialakult egy ilyen életveszélyes mag, amelyik most eljutott odáig, hogy miután Magyarországon még ennek nincsen mély hagyománya, ezért behívták külföldről az elvtársakat, a nyugaton már jól bevált autógyújtogatós, emberveretős, erőszakos módszereikkel, és megbízták őket azzal, hogy akkor itt Magyarországon is rakjanak egy kis ideológiai rendet. Na most ez úgy néz ki, hogy egy ember sétál az utcán, ha az öltözéke alapján ránézésre, még egyszer mondom, ránézésre úgy gondolja egy nyugati antifasiszta, radikális szélső baloldali, hogy neki ez nem szimpatikus, akkor meg fogja verni, ráadásul hátulról, viperával, heten egy ellen. Tehát pont úgy, ahogy egyébként a lovagiasság szabályai megkívánják a dolgot, vagy a párbaj szabályai megkívánják. A legsúnyibb, legaljasabb, legbüdösebb, legmocskosabb kommunisták ezek, ezeket Magyarországon Jánbor András vezeti. Mit lehet csinálni? Ugye egy új jelenséggel állunk szembe, és ilyenkor jogalkotó mindig vakarja a fejét, hogy kapja a kommenteket, egyébként a jó szándékú kommenteket a jobboldali szavazóktól, hogy ezeket be kell tiltani. Ugye ezt nem lehet betiltani, mert ők nem egy bejegyzett szervezet. Tehát ők nem működnek egyesületként, amit fogja magát majd van az ügyészség, vagy a bíróság, vagy valaki, valami bejelentés, vizsgálat, stb., és majd betiltják őket. Nincs ilyen. Ezek ilyen personális szerveződések, akik direkt maradnak testetlenek. Tehát a tankönyv szerint, a Popovics tankönyv szerint zavarkeltésre soha nem szabad intézményes struktúrát választani. Oda egyének kellenek. Az egyének szoros szövetsége kell, akik egyébként intézményi struktúra nélkül, de intézményi struktúra szerűen működnek. Tehát van vezető, van vezetőség, néha összeülnek, de ehhez nekik nem kell bejegyzési papír. Na most innentől kezdve nehezedik az a kérdés, hogy mit lehet ellenük csinálni, mert tiltsuk ki őket az országból. Jó, magyar állampolgárt nem lehet Magyarországról kitiltani. Régi szabály, jogászok tudják. Mit lehet csinálni? Ugye először is nem kell nekünk ehhez szerintem új jogszabály. Hozzáteszem, a büntető törvénykönyv abéli passzusait lehetne bővíteni, amelyek mondjuk a garázdaság erőszak világában születnek. Ugye, mert itt van egy új elem, a törvényi tényálláshoz képest itt van egy új elem, az pedig a politikai nézet alapján. És lehetne egy súlyosbítani. Tehát az ő játékterük, az ő táblájuk, hogy politikai véleménykülönbségeket erőszakkal rendezzünk el. Ebben nem szabad részt venni ebbe a játékba. Ugye, ha szokták mondani, ha az ember hülyével hülyéset játszik, akkor ő maga is csak hülyébb lesz tőle. Vannak társasjátékok, ahova nem szabad leülni. Ez egy olyan. Tehát valójában lehet BTK-t módosítani, de ami történt a videófelvételek alapján, azt most is szankcionálja a büntető törvénykönyv. Tehát lehet gondolkodni, kell is különben, hogy mit lehet ezek ellen csinálni, mert ez nem ért véget, ez most kezdődik. Ez így kezdődött mindenhol, a történelem meg a politika tapasztalati műfaj. Ez pontosan így kezdődött a franciáknál, a belgáknál. Először csak egy ember csapunk fejbe, hátulról, viperábbal, aztán majd jön a tömeges autógyújtogatás, majd jönnek a további kordonborogatások, a következő, amikor majd meg is dobáljuk majd téglával majd a középületeket, a Karmelitát, a Sándor palotát, majd figyeljük meg, van ennek egy forgatókönyve, képzettebbnek, érdeklődőbbeknek ajánlom, Szrina Popovics könyvét, amelyből kiderül az egész forgatókönyv. Ez alapján járnak el. Tehát szerintem a rendőrségnek zéró toleranciát kell, meg a nyomozószerveknek ez ellen hirdetni, és a bíróságoknak pedig olyan bírókat kell kijelölniük ezeknek az ügyeknek a tárgyalására, akik nem jártak sorosféle érzékenyítésen. Mert a szuverenitásunkban való második...
Hát ugye volt egy ilyen ügy mostanában, nem akarom nevesíteni, de volt egy ilyen. Tehát a szuverenitásunk elleni másik nagy támadás, hogy a bíróink valami érthetetlen okból, most a bíróinknak egy része, ne bántsuk meg a nagy többséget, a bíróinknak egy része, ami érthetetlen okból ilyen sorosféle továbbképzésekre jár. Mint hogyha egyébként a saját egyetemükön, vagy a saját testületükben nem kapnák meg azt a tudást, ami az ő munkájuk ellátásához szükséges. És akkor érzékenyítik őket ilyen gender lószarra, meg mindenre, ami eszükbe jut. És minden olyan ügyben sokkal eltérőben ítélkeznek, mint az ember igazságérzete kívánná, amelyben egyébként politikai vagy baloldali érdeket szimatolnak. Van a bíróknak egy ilyen, szerintem kis hányada, de létezik. És erre a bírósági vezetőknek figyelnie kell, hogy nem a politikailag elfogult vagy érzékenyített, ha úgy tetszik, vagy ilyen képzésekre járó bíróknak kell tárgyalni az antifa veréseket, vagy a politikai típusú pereket. Most nyilván nem tartozik ez a beszélgetéshez, de hosszan tudnék előadást tartani arról, hogy mondjuk a fővárosi törvényszéken vannak olyan személyiségi jogi pereket tárgyaló bírók, akikhez, ha bemegyünk jobboldaliként, én úgy érzem, mintha valami DK-s taggyűlésen lennék. De egészen elképesztő. És persze ők így néhányan, 4-5-6-an brutálisan rossz képet festenek az egész magyar bíróságról, viszont meg méltánytalan a magyar bíróság intézményrendszerével szemben. Szóval summa-summárom, törvény most is van, fellépni most is lehet, ítélkezni most is lehet, meg kell csinálni, de a politika nem tud ugyanúgy, ahogy Gyurcsány Ferenccel, ugyanúgy az antifákkal szemben sem ítéleteket hozni. Meg nagyon nehéz velük mit kezdeni, de valóban, ahogy mondtad, ez a legaljasabb módszer, és igazából, amikor meghallottam a hírt, az jutott eszembe, hogy akár én is sétálhattam volna ott, tehát nem volt túl messze attól a helyszíntől, ahol éppen aznap jártam. Hát van egy férfiatlanság ebben, nem? Abszolút. Uraim, azért valljuk be, hogy azért ritkán szoktunk, nem? Tehát abszolút. A szüleik nem arra neveltek, hogy heten hátulról üssünk le botokkal. Bár úgy tudom, hogy még nő is volt közöttük, de... Már van, létezik azért még az ellentétekben is tisztesség, tehát becstelenk az emberek, ócska kommunisták ezeknek. Igen, most a belpolitika után egy kis külpolitikára térjünk rá, és beszéljünk egy kicsit a svéd NATO csatlakozásról, mert azért ez is sokszor szóba kerül a mindennapokban, és még támogatom. Mindig várat. Támogatod már, mint a csatlakozás, a svédek csatlakozását? Még mindig várat magára a magyarországi jóváhagyás. Lesz ebből valami? És milyen benyomásokat gyűjtött a Fidesz delegációja Svédországban? Hát persze, hogy lesz. Ugye nem miattunk maradnak ki a svédek a NATO-ból még egy ideig, hanem a törökök miatt. Tehát nem mi leszünk az utolsók, akik döntenek az ő csatlakozásukra, ezt ők is pontosan tudják. Tehát mi akár dönthettünk volna egy hónappal ezelőtt is, ők még akkor sem lennének tagok. Ez az első állításom. Tehát ha valaki azt mondja, hogy miattunk nem tagok a svédek, akkor az hazudik. Ugye alapvetően itt az a probléma, hogy van egy Magyarország veszőfutásában érdekelt nyugati liberális politikai elit, amelyik miután nem állunk be a sorba, elsősorban az ország miniszterelnöke nem áll be ebbe a lipsi kórusba, ahol a bizottság vezényen a miniszterelnökök, a tagállamok vezetői meg arra az ütemre dudoráztak kedvesen együtt egy új világról, ahol most nem is mondom végig, mert visszanézhető lesz, tehát ahol ilyen zavart viszonyok lesznek a társadalomban. Miután mi védjük a kultúránkat a migrációtól, mi kerítést építettünk, itt jegyzem meg, most már mindenki azt akar építeni. Amikor mi azt mondtuk, hogy a gyerekeinket meg akarjuk óvni ettől a brutálisan nyomulós, erőszakos LMBTQ propagandától, akkor megint elítéltek, meg ilyen jelentéseket szoktak írogatni, meg ilyenek. Aztán amikor megadóztattuk a multikat, meg a bankokat, mert az országot ki kellett a saját hajánál fogva rángatni a csőd széléről a Gyurcsányék után, akkor meg az volt a bajuk, akkor meg egy ilyen Tavares nevű portugál kommunistával irattak jelentést. Tehát ők úgy élnek, hogy van a brüsszeli birodalmi központ, ahol ülnek ilyen kosztümös férfiak és öltönyös nők, akik aztán megmondják, hogy Magyarországon, vagy fordítva, akik aztán megmondják, hogy Magyarországon hogy kell ahhoz a miniszterelnöknek jól viselkednie, hogy ne törölgessék belük a nyugati lábokat. És mint ezek falkában mozognak, ezért van egy ilyen verseny is, ugye a nyugati média diktálja a tempót,
És azt mondja a verseny zsűrie, hogy na tessék akkor durvákat mondani Magyarországra, meg Orbán Viktor. És akkor jön ez a sok majom, és mondogatják, hogy a Magyarországon sérül a jogállamiság, meg a sajtószabadság is sérül, meg a választási rendszer egyenlőtlen. Jó. Ez úgy hangzik, mint valami szekta. Hát mert ez az tulajdonképpen. Oké. Nézzük sorra. Jogállamiság, sajtószabadság, választási rendszer egyenlőtlenségei. Eljön a pillanat, amikor ugyanezek az emberek azt mondják, hogy na jó, nem adjuk oda a pénzeteket, viszont van néhány feltételünk, amit módosítsatunk. És akkor odaadjuk, mert tulajdonképpen amúgy minden rendben van. És a feltételek között, amit módosítanunk kéne, tudják, mi nincs benne? A jogállamiság, a sajtószabadság, meg a választási rendszer egyenlőtlensége. Ezt pofázzák 10 éve, hogy ezzel van bajuk. És amikor végre leülünk alkudozni, na jó, mondjátok el, mivel van bajotok, ezeket nem mondják. Az igazságszolgáltatási rendszert kik át kell alakítani, mert valami nyomozati bírót be kell hozni, jó, hozzuk be, elfogadtuk. Jó, akkor a vagyonnyilatkozati rendszert is alakítsuk át. Jó, átalakítottuk 3-szor eddig egyébként, mert miután vegzáltak minket a magyar vagyonnyilatkozati rendszerrel, azt mondtuk, hogy jó, legyen olyan, akkor pont ugyanolyan, mint az Európai Parlament tagjainak, meg mint a német Bundestag tagjainak. Német és európai minta egy az egybe, de szóra fordították le, behoztuk Magyarországra, jött az Európai Bizottság, nem jó. Ez nem ér, ez nem lehet. De hát ti is ezt használjátok meg. De nem jó, csináljuk vissza a magyart, mert az mégis egy picit jobb volt. Jó. Akkor legalább most már papírunk van arról, hogy a miénk mégsem olyan rossz azért, ugye? Most visszacsináltuk a magyart. Most jönnek a további feltételek. Na most, de csak azt akarom önöknek mondani, hogy amiket vádként ezek felsorolnak, azok valójában nem vádak, azok politikai blöfök. És van egy ilyen verseny, hogy nagyot kell mondani, visszatérve az eredeti gondolatra, és az az igazság, hogy ebben a versenyben a svédek, főleg a svéd Lipsik, az elmúlt években a legdurvábban beleálltak. Tehát olyan, de már olyan mocskos dolgokat mondtak, meg olyan gyalázatos, sértő, egyébként szövetségesek között, miután az uniós tagságunk mégiscsak egyfajta szövetségesi viszonyt feltételez, elfogadhatatlan. Elfogadhatatlan. És arra jutott a frakció ülésen, jó néhány tag felvetésére, hogy na, nagyon jó, ha most a svédek kérnek valamit, akkor viszont menjünk már ki hozzájuk, aztán tisztázzuk már, hogy az elmúlt években mik voltak ezek a nyilatkozatok. Halálba gyaláztok minket, sértegettek, hazudoztok a hazánkról, össze-vissza mocskoltok minket világszerte, majd most ide jöttök, hogy mint a csicskáknak így üzengetek, ráadásul ide se jönnek, hanem ilyen sajtónyilatkozatokban, hogy elvárjuk Magyarországtól, hogy döntsön a NATO csatlakozásukról. Hát akkor először is gyertek ide, ha szeretnétek valamit. Másodszor, miután most kértek valamit, azért tisztázzuk majd az elmúlt években, mi történt egész pontosan. Nem ez a jó alkalom arra, hogy akkor megbeszéljük, hogy mert mint az emberek között is. Hát most önöknek vannak szomszédaik, meg családtagjai, képzeljék el, 10 évig gyalászkodnak, aztán jönnek, hogy figyelj, tudná kölcsön, egy kis pénzt adja már kölcsönnek. És mondaná, hogy figyelj, én adok, mert alapján jó szívű ember vagyok, de azért ülj már le, ígyunk már egy fröccsöt, azt mondaná, hogy te mi a francot szórakozol velem itt 10 éve. Nem? De ezt így szokták rendezni a magyarok egymás között. Most ehhez képest azt hallgatjuk, hogy mi, vagy meg jön ez az Amerika a szövetségesünk, de és az Amerikai Egyesült Államok elnöke egy komoly ember. Kellene, hogy legyen. De üzenget nekünk, hogy elvárom Magyarországtól, de mint mi? Az Isten áldja meg. Én értem a nagyhatalmi birodalmi logikát. Mi nagy amerikaiak, a világ vezető katonai hatalma és a világ 7. gazdasági hatalma, elvárjuk majd. Én értem. Na de mi egy szuverén ország vagyunk. És mindenki nekünk üzenget, hogy vegyük már fel a svédeket. Egyébként, ha fogadnom kéne, a magyar parlament meg fogja szavazni a svéd csatlakozást, és arra is fogadnék, hogy még a török szavazás előtt meg fog ez történni. Mert valójában, legyünk őszinték, mi abban vagyunk érdekeltek, hogy a NATO egy erős szövetség legyen. De hát van egy politikai helyzet, amit érdemes most kihasználni. Tisztázni a svédekkel a vitát. Hozzáteszem, a finnekkel is tisztáztunk. Az egy nehéz. Jól meg is helleltek. Igen, az egy nagyon jó kis példa a nyugati korrektségre. Megígérték, hogy természetesen a két ország viszonyában rendezés következik, egy normális hangvétel, most úgyis új kormány van, és akkor majd ott minden szépen kisimul.
Eljött a delegáció, azt másnap kiadtak egy közleményt, hogy ők csatlakoznak a Magyarország elleni perhez, a pedofil törvény miatt, amit indított ellenünk az Európai Bizottság. Egyébként azt hozzátenem, hogy a svédek is csatlakoztak ehhez a eljáráshoz. Igen, de ők ebben ilyen verseny, tehát ki tud jobban csatlakozni Magyarország ellen bármihez. Jól csak, a svédek ugye még nem kapták meg a jóváhagyást, úgyhogy nekik fontosabb lenne nekünk most ennek ellenére együttműködni. Az erős NATO legyen. Sajnos az orosz-ukrán háború még mindig a témánk, és egyre erősebb fegyverek szállításáról lehet hallani Ukrajnába, illetve már arról is olvasni, hogy nyugati önkéntes katonák és kiképzők is megjelentek egyébként Ukrajna területén. Te úgy nyilatkoztál, úgy fogalmaztál, hogy minél több ország vonódik bele az ukrajnai háborúba, annál nagyobb iramban haladunk egy világháború felé. Most az én kérdésem az lehet egy kicsit furcsa lesz, de hogy szerinted elképzelhető-e, hogy még ebben a parlamenti ciklusban sor kerül a magyar kötelezettség visszaállítására? Szerintem nem elképzelhető. Én egyébként bánom, hogy eltöröltük a kötelezettséget. Ráadásul az órom előtt csukták be. Tehát csak mondom. Én még sorozáson voltam. A Dunakeszi folyami flottánál. Ott álltam egy szágatjába, azt néztem. Kérdezték, hogy tudok-e úszni. Pont ennél a résznél voltunk, amikor megszűnt a kötelező sorkatonai szolgálat. És alapvetően én azok közé tartozom, akik ha nem is 2,5, meg 3 évig, mint régen az átkosban volt szegény apáinknak, ilyen évekre elvitték őket, bár egyébként életre szóló barátságok születtek a honvédségnél, de mondjuk azért egy minimális fegyverhasználati gyakorlat, egy kis erőnlét, egy kis hierarchia ismeret, tisztelet, struktúra ismeret, tehát hogy az életbe se állt ezeket így tisztel az ember. Tehát én azon a állásponton vagyok, hogy alapvetően egy férfi ember életében egyáltalán nem lenne baj, hogyha lenne egy pár olyan hónap, vagy legalább pár olyan hét, amikor megtanulják, hogy van felettes, az egyébként egy munkahelyen se árt, nem egy hátrányos ismeret, van mondjuk némi rend és rendszer, reggel, délben, este van, nem fordítva, reggel, éjjel, meg este, ugye. Az se ártana, hogyha mondjuk erőlétileg egy kicsit jobb állapotban. Tehát én azt gondolom, hogy nem lenne kárára általában egy társadalom. Azt a csúnyaságot, hogy többi hónapra eltűnni, meg elvinni, meg családoktól kiszakítani, lehet, hogy a mai korban már valóban nem érdemes csinálni, de ugye ez nincs. Tehát ezek csak ilyen gondolkodások, de szerintem arra nincs reális esély, hogy ezt visszaállítsuk. Szerintem igény sincs, meg szükség sincs rá. Hála Istennek a haderő fejlesztésünk az olyan jó struktúrákat talált ki, amelyben egyébként bárki önként is csatlakozhat a honvédséghez. És az a jó hír, hogy egyre több magyar fiatal dönt úgy, hogy ő hazáját szolgálja, hogy a hazáért mint halálig, és az a jó hír, hogy miután mi kormányzunk, nem fogunk belesodródni a háborúba, ezért nem kell a magyar fiataloknak a frontra menniük. Szerintem nem lesz ezért ilyen kötelezettség. Viszont Ukrajna se nem Európai Uniós tag, se nem NATO tag. A liberális baloldal miért ragaszkodik a háborúhoz? Miért támogatja? Hát ugye, ugye mondtam az elején, ez a dollárok ára. Tehát most mit kapnánk 4 milliárd forintot Amerikából, hogy a hazánk érdekei ellen itthon indítsunk politikai akciókat, induljunk el a választáson, mi valószínűleg fölállnánk és hazamennénk, és azt mondanánk, hogy sok minden zsívánságban részt veszünk az életbe, de azért hazárulásban nem veszünk részt. De ők belementek, ugyanígy üldögéltek valami helyen, és ők belementek ebbe a játékba, és ez volt a kérés. Ugye ez a konfliktus megint, ugye én nem vagyok elemző, meg végképp nem vagyok ilyen honvédelemben, meg ilyenekben, mondjuk úgy, hogy tapasztalt ember, szeretek erről olvasni, meg ismerem a történelmet a magam szerény módján, de alapvetően ez a konfliktus megint fájóan messze van az Egyesült Államoktól, és fájóan közel van az európai kontinenshez. És ez megint ilyen történelmi tapasztalat, mert az Egyesült Államok területén soha nem volt fegyveres konfliktus, ha csak Pearl Harbort annak nem tekintjük, és ha csak a 9, ez a telefonom volt, nem én. Ha csak a 9-11-et annak nem tekintjük. De ugye a 9-11 inkább egy terrortámadás volt, mint sem egy fegyveres konfliktus. Tehát valamiért a történelmi tapasztalatunk azt mutatja, hogy nincsen az Egyesült Államok nemhogy területén, de még közelében sem fegyveres konfliktus. És most is ezt látja az ember,
hogy vagy Tajvan környékén izzik a levegő, vagy Európa és az orosz-kínai világ határán valahol. És ez nem, nem az orosz-kínai világ érdeke, és nem Európa érdeke szerintem. És valószínűleg nem is az ausztráloké, vagy az új-zélandoké. Szóval a helyzet az, hogy én nem szeretem az összeesküvés elméleteket, de ahhoz ragaszkodom, hogy vonjunk le a történelmi ismereteinkből jó következtetéseket. És valószínűleg az átalakuló világrend Európa, az európai terület, gazdaság és létszám fölötti rendelkezés megnyeréséről is szól. Európa egy, mondjuk úgy, egy fizetőképes kontinens. Európa rengeteg bűnt követett el a gyarmatosítással, a nyugatiak, hozzáteszem, mi magyarok soha nem gyarmatosítottunk semmit. De a nyugatiak 100 milliókat öltek meg Afrikában, Ázsiában azért, hogy ők gazdagabbak lehessenek. És ezért Európa egy jóléti, gazdag, egyébként jó fekvésű, jó földrajzi adottságú, jó klímájú, kontinentális klímájú olyan hely, ahol a földek termők, vízbőség van, tengeri védettsége van, alkalmas mezőgazdaság, állattenyésztés, és a gazdasági erő miatt egyébként az iparosodás is legelőször itt indult el. Tehát csomó olyan dolgunk van, amiért vagy megdolgoztunk mi európaiak, vagy elvették a nyugatiak másoktól, de lényeg az, hogy megfeltőkésedett ez a kontinens. Ebből következően van az a régi mondás, hogy gyenge Európa, erős Amerika. Az amerikaiaknak egy dolguk van mindig, valamilyen módon beszorítani Európát egy kiszolgáltatott helyzetbe. Ez ugye a II. Világháború után is kiváló lehetőség volt az amerikaiaknak arra, hogy miután beavatkoztak, az újjáépítésben részt tudtak venni pénzügyileg, amit aztán az európaiak így úgy vissza kellett, hogy fizessenek. És tulajdonképpen megint az zajlik, hogy az angol szász újrarendeződés, tehát az amerikaiak vezetésével történő angol szász újrarendeződéssel szemben, ugye szerintem a Brexit nem véletlen történt, hozzáteszem, tehát a britek, ausztrálok, kanadaiak, plusz a hozzájuk kapcsolódó gyarmatok és a korona egyéb égkövei újra rendeződnek, és ez szembe került ugye az orosz-kínai világgal. Egyébként a mi miniszterelnökünk szerintem 2015 óta mondogatja, hogy nekünk, európaiaknak azért kell nagyon észnél lennünk, mert a világ átrendeződésében meg kell találni Európának a jó pozícióját. És mi ezt a 7-8 évet, mi európaiak, mondom én nagy vonalúan, az európai vezetők, ezt elbénázták. És mi most egy kiszolgáltatott helyzetben vagyunk. Először is energiafüggők vagyunk, amit mindig is tudtunk, és az amerikaiak tökéletesen csinálták, elérték azt, hogy a számunkra földrajzi közelségben lévő megfizethető energiáról leválasszák a kontinenst, és belekényszerítsenek minket egy drága energia felhasználásba. Ezért van az, hogy ma egy európai polgár, vagy az európai ipar 4-szer annyit fizet a gázért, mint az Egyesült Államokban a polgárok, vagy az ipar. És ez egyébként versenyhátrány. Ez óriási versenyhátrány. Más sérültünk. Ugye az amerikaiak az arab tavasz nevű akcióval egyébként már évekkel ezelőtt az észak-afrikai államok egyébként valóban diktatórikus, de mégiscsak rendet tartó struktúráit felszámolva ráúszították a migrációs hullámot Európába. Tehát megtörtént a társadalmi gyengítése a kontinensünknek, most megtörténik a gazdasági gyengítése a kontinensünknek, és tulajdonképpen ezután törvényszerűen következik a katonai gyengülésünk is. Ráadásul bent vagyunk egy orosz-ukrán és orosz-amerikai konfliktus zóna tőszomszédságában, amelyik állandó fenyegetettséget jelent. Tehát az a helyzet, hogy tőlünk nyugatra lévő amerikai angol szász világ belenyomott minket abban a játékba, hogy szembe forduljunk a tőlünk keletre lévő orosz-kínai világgal, miközben nekünk nem forgolódnunk kéne a kettő között, és azon gondolkodni, hogy melyikkel járunk jobban, valószínűleg egyikkel se, mert egyikőjük sem. Se a keletiek, se a nyugatiak nem fogják az európai érdekeket képviselni soha. Mert mi sem szoktuk a kínaiakat, meg mi sem szoktuk az amerikait, meg az orosz, meg az indonész, meg nem tudom mit. Nekünk európaiaknak a saját érdekünket kellett volna megtenni, de ezt elmulasztottuk, ezért most benne ülünk eddig a izébe, hogy kinek kelljen mondanom. És tulajdonképpen a legrosszabb forgatókönyv, hogy ha el is kerüli a háború, tehát a NATO-orosz konfliktust, ha meg is tudjuk úszni, mi európaiak, mert ha nem úszuk meg, az megint nem az amerikaiak sérülésével fog járni, hanem az európaiakéval. De ha el is tudjuk kerülni, akkor is lábon vagyunk lőve az energia oldalán. Tehát gyönyörűen csinálták,
a Lenglin legmesterebb terve volt, az ami itt zajlik a szemünk előtt, és benne vagyunk a kalamajkában. És nem látja egyébként felelős európai politikus, hogy ebből lenne kiút. Talán még van, de ehhez mondjuk egy minimum egységes európai akarat kéne, de ez nincs meg, hanem ehhez képest azt mondja egy Európai Uniós biztos, és most figyeljenek, tegnap előtti hír volt, talán olvasták, azt találta mondani valami félkegyelmű, aki ráadásul egyébként szintén nem európai, hanem nyilvánvaló amerikai szándékokat képvisel, és bennül a mi kontinensünk vezetésében. Azt mondja, hogy az Európai Uniónak szerepet kell vállalnia a tájváni kialakuló konfliktusban is. Még az ukrán sem értettük mindig, hogy van két nem EU-s tagállam, amelyik konfliktusba keveredik egymással. Egyébként az tény, hogy az oroszok genyó módon megtámadják az ukránokat, elveszik a szerintük nekik járó földeket, ez valóban nem szép dolog, de mégiscsak két, és el is ítéltük ezerszer, de mégiscsak két unión kívüli ország konfliktusáról van szó. Abba se világos, hogy miért kell abstart beleavatkozni, a humanitárius ellátást el kell végezni persze, de hogy minek kell nekünk fegyverekkel oda menni, ez nem világos, de azt még annyiból értem, hogy legalább közel van, meg jó, figyeljünk oda, meg nem tudom, értem. De hogy mi a francot keresném itt Tájvanon, mi európaiak, hogy ott már abba is bele kéne keverednünk? Ezek mind arra alkalmasak, hogy felőröljék az egyébként előbb említett hatalmas, különböző módokon van, hogy munkával van, hogy tehetséggel van, hogy rablással, de mégiscsak felhalmozott európai vagyon. Elveszik most a pénzünket energiaágon, el fogják venni a honvédelmi költésekkel az európai erőforrásokat, le fogják gyilkolni a húzóiparágainkat, az autóipart, a vegyiparunkat, az élelmiszeriparunkat, nem az országban, Európáról beszélek, az egészről, illetve a nagy Németországot is, azokat is meg fogják szorongatni, mert gyenge Európa, erős Amerika, régi szabály. Hú, hát nem túl fényes jövőt festettél fel akkor itt Európában. Nem biztos ez, hogy ez egy helyzetjelentés. Azért a helyzet a jövő, az... Igen, a helyzet az nem túl rózsás. És hát van itt még egy nagyon fontos téma, amit már érintettünk, ez pedig ugye a gender ideológia és a gyermekvédelem, mert hogy itt is egy nagyon komoly harc folyik Magyarország és az Európai Unió között. Most már 15 európai kormány csatlakozott a woke ideológiához, ezt szerintem lehet így mondani, hiszen ugye a magyar gyermekvédelmi törvényről van szó, ami ellen ugye ez a bizonyos eljárás folyik az Unió bíróságán. És hát elképesztő, hogy számunkra teljesen egyértelmű és normális jogokról, mint a gyermekvédelem a politikai szintéren kell csatározni, és ez most már itthonra is azért begyűrűzik. Tehát folyamatosan téma, mennek a próbálkozások, és a Timi hozott is erre egy példát. Igen, ez egy nagyon szép példája lesz. Ugye ti Józsefvárosban éltek, te is ott nőttél fel, és itt beleírták az esélyegyenlőségének hívott programjukba, Józsefvárosban, hogy bár a törvény megnehezíti, meg kell próbálni eljutatni az LMBT tartalmakat a gyerekekhez. Erre te azt mondtad nekik, hogy mondtad volna, ezt még mindig ők mondták, hogy folytatni lehessen az ifjúság körében a felvilágosító és érzékenyítő programokat. Milyen felvilágosító programokkal találkoztál te, illetve a gyerekeid? Akár a kerületben, akár így Budapesten. Hát ugye ez a mostani esélyegyenlőségi programjuk tervezete. Tehát ez egy, sőt, már elfogadták, most nem tudom, hogy végül belekerült ez a rész. De ez volt a benyújtott, megvitatásra szánt tervezet. Ugye ők már nyertek 2020-ban is 80 millió forintot úgynevezett érzékenyítésre, amit teljesen ismeretlen módon költöttek el. Ugye a transzparencia csak addig érdekes a Lipsik számára, ameddig az ellenoldalnak kell transzparensnek lennie. Éppen a 8. kerületi önkormányzat évek óta nem válaszol meg közérdekű adatigényléseket. Egyszerűen nem válaszolnak rá. És ennek a 80 millió forintos költésnek is ez volt a vége, hogy érzékenyítő programokra költötték. Ugye az én kislányom egy 8. kerületi óvodába jár, hála Istennek ez az utolsó éve, mert nagyon megváltoztak a dolgok. Nagyon megváltoztak a dolgok, de ha kiszedem a kislányomat az óvodából, akkor mindent elmesélek majd a nyilvánosság előtt. Addig nem szeretném. Akkor majd várunk vissza ezzel is. Nem éri meg a lányomat belekeverni ebbe. Előbb jöjjön ki onnan. Egészen durva dolgok vannak. Ez nagyon durva. És hát a tavalyi szivárványos PDS tűnci képzéseken is Karácsony Gergely mondta, hogy
gyerekek mindannyiunk közös gyerekei. Ugye amikor kivitték az utcára az óvonénik és a tanárok a gyerekeket, óvodásokat és iskolás gyermekeket, és erre te úgy reagáltál nagyon helyesen, hogy Gergely, az én gyerekeim kicsit sem a tieid, és rohadtul tarts magad távol tőlük. Azt gondolom, hogy sokunk nevében beszéltél ekkor. Ugye újabb szigorítás várható a gyerekvédelem területén. Miben lesz más, mint a mostani? Hát van egy csomó dolog, ami ilyen technikainak tűnik, de mégiscsak fontos. Itt az örökbefogadás szabályai körül kell valami kis rendet tenni majd. Van egy csomó olyan gyermekvédelmi intézményi szabály, ami mondjuk 30 éve várat arra, hogy újra gondol, hogy várat magára, mármint hogy arra, hogy újra gondoljuk. De ugye itt történt valami ezzel a Bite nevű pedofillal, ami mégiscsak közfelháborodásra adott okot, és ilyenkor azon gondolkodik megint a jogalkotó, baromi nehéz kérdés, hogy hol kell belenyúlni a törvénybe. És persze itt, ugye azt mondta a Sebestyén Balázs nevű műsorvezető, hogy ő beleállítaná a vasvillát a hátába az ilyennek. Ugye apaként, meg véleményként én ezzel egyetértek, de jogalkotóként egy kicsit szofisztikálnám azért ezt a... Ezt azért nehéz leírni egy paragrafus mögé. Ugye mit lehet csinálni? Kezdjük a propagandával, mert a fájó az tulajdonképpen az, hogy ahogy a Pikó Andrásék az esélyegyenlőségi programban, vagy ahogy a Bite Zsolt, aki egyébként örömmel fotózkodik együtt Pikó Andrással, azt hirdetik, hogy igenis az LMBTQ propaganda eljuttatandó a gyerekekhez, sőt a Bite ugye csinált egy ilyen, emlékeznek el a pedofil egy pár hónappal ezelőtt? Valami 30 ilyen videós anyagot csinált arról, hogy mit csinált, kivel, az ember gyomra kifordult tőle, úgyhogy ugorjuk is a témát. De valójában azt kell nekünk észrevennünk, tehát a mi perspektívánkban érdemes azt nézni, hogy mi hiába hoztunk 2021-ben egyébként egy brutálisan szigorú, Európa egyik legszigorúbb pedofil ellenes törvénycsomagját, ezek letolják az egészet magasról, és ugyanúgy megpróbálják kitalálni a kiskapukat, sőt le is írják egy kerületi önkormányzat esélyegyenlőségi programjába, hogy bár a törvény tiltja, mégis meg kell tanálnunk. Tehát ők nem adják föl a harcot, ez egyébként eltanulandó tőlük. Soha nem adják föl. Soha nem adják föl. Földön fekszenek, agyon vannak verve a választáson, akkor se adják föl. Akkor is kiskaput akarnak találni. És a Bite is úgy volt vele, hogy nem lehet LMBTQ propagandát csinálni, akkor majd elmesélem a saját történetemet, és arra találja ki majd a jogalkotó, hogy az propaganda-e vagy sem. Na most ugye, miért bonyolult a dolog? Azért bonyolult a dolog, anélkül, hogy most a mélyére mennek, mert az időt is rabolom vele, egy bonyolult jogi kérdés. Ugye sokan mondják, hogy kiskorú ne folytathasson szexuális kapcsolatot nagykorúval, vagy fordítva nagykorú kiskorúval. Ugye ez egy ilyen elfogadottnak tűnő szabály. Jó, mondok egy példát. Van egy 17 és fél éves lány, és van egy 18 és fél éves osztálytársa. Egy osztályba járnak. Egy nagykorú, meg egy kiskorú. Ugye, hogy nem olyan egyszerű? Nekik tiltsuk meg? Oké, mi szokta zavarni az embereket? Egy ilyen helyzetben. Valószínűleg nem ez a 17 és fél és a 18 és fél éves fiú meg lány viszonya. Szokta őket zavarni a korkülönbség, ugye? Azt mondjuk, hogy a 42 éves Bite Zsolt 15 éves, egyébként történetesen fiúval ne éljen szexuális életet, ahogy ő elmesélte. Akkor a korkülönbség a baj, ugye? Hol húzzuk meg azt a korkülönbségi határt? 5 év, 10, 15, érti. Tehát mi az a... Ugye először is a politikának nagyon távol kell magát tartania az emberek hálószobájától. Az első állításom. Másodszor a politikának ki kell elégíteni azt a társadalmi igényt, hogy az ilyen brutális, undorító és felháborító esetek ne történhessenek meg. És ezt meg fogjuk csinálni, csak arra hívom fel a figyelmet, és én azért mondtam egyébként, nagyon helyesen, jó, hogy türelem, mert ez egy nagyon-nagyon bonyolult jogi kérdés, és erre idő kell. Tehát ez most tavasszal azért nem kerül a parlament elé, nem azért, mert nem foglalkozunk vele, hanem azért, mert folyamatosan ezzel foglalkozunk, csak ezt nagyon át kell gondolni. Hogy hol lehet ezeket a viszonyokat úgy szankcionálni, hogy egyébként ne találja magát a jogalkotó az emberek lakásaiban, mert ott semmi keresnivalónk nincsen. Végképp nem a hálószobákban. És ezért majd őszre megpróbálunk olyan valami koordináta rendszerben, vagy összefüggést összerakni, egyébként egyre komolyabb jogászok bevonásával, ami
ami mondjuk mind a két elvárást teljesíti. Szóval csak arra hívom fel a figyelmet, hogy ezek minden szabályunk ellenére ki is fogják játszani a rendszert, mert nem adják föl soha, és minket pedig kényszerítenek bele egyre nehezebb, egyre szabályozhatatlanabb jogi viszonyok közé, ahol az ember, ha bejebb megy, egyre könnyebben hibázik. Tehát türelem, easy. Hála Istennek, én azért voltam boldog a Bita ügyben, amellett, hogy fél óránként összehánytam magam, ha láttam a hírekben, mert a magyar társadalmi reflex az még elképesztően egészséges. Elképesztően összezárja a magyar társadalmat minden ilyen ügy. Még megkockáztatom, még oldalak között is. Mert nem tudom elképzelni, hogy egy ilyen műbőrsapkás öreg komcsinak ez beleférne egyébként. A régi vágás öreg kommancsok azért ilyet hallanak, azért csak lemennek az AK-ér a pincébe, hogy azért biztosan. Na, valami pozitívumot is tudtál mondani. Azért bezsírozzák egy kicsit, hogy bármi történhet. Szóval én csak azt szeretném mondani, hogy míg a társadalmi lélek rendben van, addig a jogalkotónak is van ideje, hogy nyugodtan, szépen jogot alkosson. Ne kapkodjunk, egy rohadt nehéz kérdésre van szó. Na, maradjon is ez így. Szerintem nagyon fontos és nagyon jó témákat érintettünk, és szeretnénk most már lassan átadni a közönségnek a kérdezés lehetőségét, mert biztosan vannak kérdések. Viszont akkor a végére egy-egy személyes kérdést még engedj meg tőlünk a Timivel. Köztudott, hogy szeretsz főzni, és nagyon jól is főzöl, de mi a kedvenc főztöd? Mindent szeretek főzni. Ugye hétvégén van jobban az embernek ideje olyat főzni, ami időigényesebb, nem? Hát akkor azért hámozgatunk, ellötyögünk, egy kicsit nézzük. Amihez több előkészület kell. Nincs ilyen, hogy kedvencem, én mindent szeretek. Mármint, hogy enni is, meg főzni is. De... Akkor mi az, amit a legjobban tudsz elkészíteni? Minden nagyon. Hát hozzám jár a Rácz Jenő meg a Kovács Lázár, nem érték? Nem, hát én csak ilyen hobbi főző vagyok. Most egyébként minden férfi tud főzni, szerintem. Ez egy olyan dolog. Nem, ez nem igaz. Tegye fel a kezét a férfiak közül, aki tud főzni. Azért mondom, hogy mindenki. Azért nem mindenki. Persze, de tudnak. Jó főznek a férfiak, ez ugye hogy indul? Van egy ilyen kulturális rajza ennek az egésznek, nem? Emlékezzünk vissza, ez úgy indul, hogy ilyen 16-17-18 évesen haverokkal, valamelyik havernak a vidéki parasztházának a kert végében enyhén és piccesen kitaláljuk, hogy bográcsozzunk, ugye? Úgy indul. És ugye akkor vannak az okosok, aki jön, hogy láttam anyámtól, elkezdődik a vita, ugye? Ott érlelődik, emlékeznek vissza, ott indul az egész. Ki hogy főzi a lecsót? Hülye vagy, nem kockára kell, nagy darabba, így paprikát, kicsibe, aprított, és megy egy ilyen tök komoly vita. Figyelj, van, aki viszkit löttyint a lecsóba. Mert azt mondja, hogy ő így látta az apjától. Azt nem tudja megmondani, hogy véletlen löttyintette bele, vagy direkt, de annyira megmaradt neki, hogy neki a viszkit bele kell mindig löttyinteni a lecsóba. Aztán csak azt szeretném mondani, hogy van ennek egy ilyen természetrajza, ahol elindul, és szerintem a férfiak azért tudnak, még akkor is, ha tagadják, jellemzően főzni, mert mindenki keveredett már ilyen haveri társaságból, nekiálltok bográcsozni, és azok az első bizonytalan lépések a konyha felé. Egyébként jó, hogy kint kezdjük és bent fejezzük be, és nem fordítva az élet út végén. És ezért nekem is így indult, és aztán az ember ugye felbátorodik, legalább 3 teflonba bele kell égetni a cukrot, mire rájön, hogy a karamellizálás azért nem pontosan úgy van, ahogy a könyvben írják, és legalább mondjuk a 2-3 alkalommal kőkeményre kell a fasírtot csinálni, mire rájön. Nem, mire csináltak, mert nagyon, én már igen, ilyen, igaz, hogy 20 éve, de ilyen kőkeményen dobható fasírtot, ezt a nagyon... Szóval csak azt szeretném mondani, hogy ennek van egy ilyen egészséges magyar néplélekrajza, amit én is lekövettem, és ma már azt állítom, hogy egyébként a francia hallevestől a sztékek tökéletes megsütésén át egy kiváló sóska főzelékig mindent brutálisan jól meg tudok csinálni. Éhes is lettem. Na, de viccet félretéve, egy nagyon szórakoztató és komoly beszélgetés is volt. Nagyon szépen köszönjük neked, hogy itt voltál. Hölgyeim és uraim, Kocsis Máté, a Fidesz frakció vezetője. És online nézőinknek is köszönjük a figyelmet. Viszontlátásra!
Polgári Mondó. Érték a felszínen.